Sziasztok, Reznyák Péter, kivitelező építész vagyok. Ez a néhány kép ismerős lehet azoknak, akik látták ezt a házat. Ö Párazáró fóliát szereltünk itt, illetve megmutattam a vakoló profilokat, és most azt nézzük meg, hogy hogyan készült a központi szellőzésnek a kiépítése. Amint látjátok, itt már elkészült a mennyezeten a párazáró fólia, a felszorító lécek is ott vannak, szektömítő szalaggal fel vannak erősítve, és tulajdonképpen a vakolásnak is készen kellene lennie, csak a kömövesek egy kicsit megcsúsztak, és így néhány falnak a vakolása még hátra van. Ezt a vakolást egyébként rázárják a pározáró fólia szélére. Viszont mi nem tudtunk vele várni, elkezdtük szerelni a légtechnikát, alapvetően nem is nagyon akadályoztuk egymást. Mire elkészültünk a szereléssel, addigra ők is a vakolással. Először a légtechnikai osztódobozokat szereltük fel a mennyezetre, itt ez az egyik osztódoboz, egy deszkát felerősítettünk, majd arra jött ez a doboz. Az alján látható két nagy karika, az a tisztító nyílásnak a helye, és esetlegesen azon keresztül lehet tisztítani a rendszert, és itt már azt látjátok, hogy a anemosztátnak a helye fel van szerelve, azaz ez lesz egy levegő befújás a szobába, és egyszerűen csak egy rákát csatlakoztatni ezt a zöld csövet, amit aztán a későbbiekben odarögzítünk a lécvázhoz, hogy ne lég ilyen lógjon össze-vissza, itt van a osztó doboznak a teteje. Egy ilyen hangcsillapító szivacs petétet raktunk bele. Ez gyárilag hozzá van rendszeresítve, és ha belekukucskálunk ide a dobozba, akkor lehet látni, hogy ide ilyen szivacs darabokat kell elhelyezni, és ezek a szivacs darabok a esetleges áthallásokat csökkentik. Jó ideig enélkül szereltük ezeket a dobozokat nem tudtuk, hogy ez is van hozzá, megmondom őszintén, de csendes volt akkor is, ezzel együtt szerelve pedig aztán végképp jó. Itt látható, hogy az egyik osztódobozon piros szalagok vannak, az az elszívás, az az elhasznált meleg levegőt szívjuk el, és a kék szalaggal jelölt az pedig a friss levegőnek a befújása, és akkor itt látható, hogy ezt a fedelet hogyan csavarjuk oda. Hát tulajdonképpen ennyi a szellőzésnek az alapszerelése, lesz még ilyen videó ahol a szerelésnek a további fogásait megmutatjuk. Sokatokban felmerül, hát, hogy miért szükséges ez az egész, és bonyolult, és drága rendszernek a kiépítése, régen sem volt, stb. Hát tudni kell azt, hogy a mai modern épületek az a légzáróak, és azért légzáróak, hogy az energiát megőrizzük, ha viszont nem tud magától szellőzni az épület természetes úton, mert gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 40 évben épített házak alapvetően nem tudnak maguktól szellőzni, és így egyre betegebb házakat építünk, így erre igazából egyetlen egy megoldás van, hogy egy központi hőviszonyerős szellőzőt építünk be. Azt nagyon jól látja mindenki, hogy manapság nem lehetséges az, hogy nagy kéményeken óriási mennyiségű meleg levegőt kiengedünk füstformájában. Egyrészt a levegőt szennyezzük vele, másrészt iszonyatosan energiaigényes, mind a mellett nem is olyan hatékony, mint ezek a megoldások. Nyilván tudom, hogy vannak emberek, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, de egyszer el kell kezdeni modernizálni a lakásállományt, és olyan házakat építeni, amik nem csak egészségesek, hanem gazdaságosak is,